Sziasztok, én Fejes vagyok a Metal Szigettől, ez pedig itt a Summoning történetét taglaló második videó, ahol a zenekar kiadványának történetét vesszük végig. Szó lesz az album a keletkezés történetéről, az albumok és a dalok tematikájáról, illetve a különböző kiadványok artworkjének történetéről is. Akkor kezdjünk is bele, és vegyük sorba a különböző kiadványok történetét. A három metal rajongó fiatal az északi, norvég black metal széna hatása alá kerülve, annak rendes módja szerint megalapítva a zenekart, utána felvettek 1993-ban és 1994-ben négy demót. 1993-ban az Upon a Viking Stallion-t, 1994-ben az Anno Mortui Dominit, a Lugbus demót és egy promókazettát is készítettek. Ezeket javarészt a próbatermükben rögzítették, ugye ekkor még volt ilyenjük is. Kivétel ez alól az 1994-es Lugburz demo, amelyet a Beowulf stúdióban rögzítettek és kevertek, a master viszont már a Hörnig stúdióban készült. Ezek hangzás tekintetében körülbelül a Varg Vikernes kávé darálójára hasonlítanak, amit kávé víz alatt vettek fel. A demókon kívül 1994-ből fellelhető még két split anyaguk is, olyan zenekarokkal, mint a Pazuzu, az Abigor és a Krom. Ekkori zenéjékre jellemző volt a kaotikus, agresszív nyers black metal hangzás. A dobok gyorsak, agresszívek, a vokál a klasszikus black metal károgás, a torzított gitárokat szintetizátor kíséri. Témavilágokat tekintve, ekkor még az okkult és sátánista szövegek és az északi mitológia is előfordult. Jó példa erre maga a demo elnevezés is, az Upon Viking Stallion, vagy az Anno Mortui Domini, amelyen egyébként szintén szerepel egy Upon Viking Stallion című szám, ami majd a Lugburz lemez egyik jellemző tételeként fog visszatérni átdolgozott formában. A demókon már alkalmazzák azt az album szerkesztési elvet, hogy az album elejére kerüljön valamilyen rövid instrumentális intro. Első albumunk, a Lugburz igazi, hamisítatlan black metal volt. 1995. március 20-án jelent meg a Napalm Records gondozásában. A Lugburz szó jelentése a mordori feketén beszéd nyelvén íródott. De én meg nem szólalok rajta. Szóval annyit jelent, hogy fekete torony, ugye tündéül Barad-dur, így is szokták ismerni. Ez ugye Sauron központi erődítménye. A borítón is ez látható, amely egyébként Mark Harrison munkája és a Roger Taylor fantasy író által írt Fall of Firelund regény borítójáról származik, kissé átalakítva. Az album anyagainak jó része a demókon hallható dalok átdolgozása. Zeneileg hasonlatos az Abigorhoz, azonban igyekeztek elkülönülni az Abigortól, ezért tematikájukat tekintve elkezdték a Tolkieni világ sötét oldalát feldolgozni szövegek és dalcímek tekintetében. Habár a legtöbb dalcím és dalszöveg nem feltétlen kifejezetten a Tolkieni világot reprezentálja, viszont ez a fantasy él már itt is megjelenik. A dalszövegek nagy része elveszett, vagy alapból sem volt publikus, ez igazából nem igazán sikerült ezt kiderítenem, bár én arra tippelek, hogy inkább csak elvesztek ezek a szövegek. Így a legtöbbször csak a dalcímekből lehet következtetni, illetve az interjú során elmondottakból. Az élődobok által diktált sebességhez méltó, dallamos, tremoló pikingben gazdag, torzított gitárhangzás társul, itt-ott kiegészítve szintetizátorral. A vokálok a legnyersebb black metal hangzást kölcsönzik, viszont kevésbé kásás hangzással, mint akár egy Darkthrone vagy egy Burzum lemez. Mondhatni tisztább. Az epikus szintetizátor betétek már itt is megjelennek, például Flight of the Nazgul interlúdjában, amely egyébként az Upon Viking Stallion című demón is szereplő dal átszerkesztett változata. Ott ez a betét még intróként szerepelt. Az album itt is egy bő másfél perces dungeon szintes intróval indul. Zeneszerzői tehetségüket fémjelzi a Raising with the Battle Orcs, a Between Light and Darkness, vagy a Dragons of Time kiemelkedő dallamenetei, hogy csak a legjobbakat említsem, mint például ez.
Az albumról a későbbiekben azt nyilatkozták, hogy nem büszkék rá, de nem is szégyellik. Ebben az időben ez volt, ami kikívánkozott belőlük. A fiatal féktelen agresszió és egyfajta szájnypróbálgatás a Bigor féle raw black metal stílusban. Egyébként ezen az anyagon Protector of All Endless Sleeps néven szerepel Protector, Trifixion pedig Trifixion of the Horned King néven szerepel. Az albumot követően vágták ki Trifixiont és indultak el a lassabb, epikusabb irányba, de még bőven a black metal keretek megtartásával. Még ugyanabban az évben, mint a Lugburz album, megjelent második albumuk, amin a Smorgul 1995. október 1-én. Az album anyagának egy része szintén korábbi demós anyagok átdolgozott változatai. Jól jelzi a munkálatok ütemét, hogy még 1995. augusztusában elküldtek a Minas Morgulról egy promó kazettát a Napalmnak, összesen 4 számot tartalmazott, amelyek felvázolták a következő album arculatát. 2 hónapra rá jött is az új hangzóanyag. Az album mérföldkőnek számít a zenekar történetében. Itt határozták meg azt az irányt és identitást, ami tulajdonképpen a Summoningot jelenti. A Minas Morgul magyar jelentése a boszorkányság tornya. Ez Mordor nyugati bejáratának erődje, egy korábbi város, amelyet még Isildur alapított Minas Ithil néven. Az album borító szintén egy Roger Taylor regény borítója, a The Call of the Sword 1988-as regényi, amely szintén Mark Harrison munkája. A lemez újfent egy 2,5 perces dungeon szint intróval indít, amely már megtalálható volt az 1994-es Lugburz demón, ahogy ennek az albumnak szintúgy egy jelentős része. A Minas Morgul zeneiségére jellemző a dungeon szintes hatás. Az intrót követően az album az inkább lekesebb Lugburzzal folytatódik, ahol a tremoló pickinges alapgitár hangzása kiválóan rezonál az igényesebb pulzáló dob, illetve a folyamatos szintetizátor hangzás. A szám közepe egy gyorsabb rész, utána visszavált a kezdeti sebességre. Ez a szám emlékeztet leginkább a Lugburz albumra, talán a címesen véletlen. A következő tétel akár egy 90-es évekbeli darkos RPG számítógépes játék zenéjének is elmenne, vagy valamilyen 80-as évekbeli filmzenének is. Az album dungeon szintes szintije és a black metal elegye a legjobban a The Passing of the Grey Company-ben jön ki, talán ez lehetne a műfaj himnusza is. A Morton című szám kissé emlékeztet a The Verbanten Kinder Evas, ugye a DVKE hangzására, dallamos szint is dobzúzása itt is füle gyönyörködtető. A Marching Homewards és az Ungoliath epikus szint is gitárpáros, az szintén az album kiemelkedő pontjai. Egy szóval az albumról elmondható, hogy mestermunka. A következő albumra több mint egy évet kellett várni, tervben volt addig egy videóklip is, amelyet Angliában készítettek volna, de végül ebből egyébként nem lett semmi. A következő albumra sem kellett sokat várni, a Dol Guldur 1997. január 19-én jelent meg a Napalm Records gondozásában. Ez az album hozta meg számukra az áttörést. 1999. decemberében említik, hogy addig 11.000 darab kelt el a Dol Guldurból, amely a kritikusok elismerését is kivívta, és meghozta számukra a világhírnevet is, persze a műfaj mércéjével mérve. Ami többek között azért is figyelemre méltó, ugyanis az életműből talán ez az anyag a legkevésbé kiemelkedő, ezt későbbi interjúikban ők is elismerik. Üzleti szempontból viszont a legsikeresebb, aminek ahhoz is köze van, hogy a későbbiekben jelentősen befolyásolták a számokat a lemezaladások globális csökkenése és az internet és a CD írók által jelentett kalózkodás megjelenése. Az album nevét adó Dol Guldur volt egyébként az az erőd, ahol Sauron bukása után évszázadokig bujkált. A borító képe egy 2004-es fotó, ami az osztrák Ottensteini víztárolóról készült. A háttérben a Lichtenfelszi kastély látható. A képkeret egyébként Roger Garland illusztrátor 1987-es Baradur című munkája. Ez az album tekinthető az utolsó black metal alapú dungeon szintes anyagnak. A black metal hatások talán kicsit erősebbek, mint a Minas Morgulon. A szövegeket Peter Kubik alias PK írta az Abigorból, illetve tartalmaz néhány Tolkien vers adaptációt is. Az album egyik érdekessége, hogy az utolsó tétel, az Over Old Hills dal, egy Ice Ages dal adaptáció, ami ugye Protector elektronikus zenei projektje, ennek megfelelően hangzása is kicsit elüt a többitől.
1997. június 3-án adták ki a Nightshade Forest EP-t, amely tartalmazott három lemaradt dalt a Dolgon Dúl albumról, ezen kívül plusz egy dalt, a Haban Emben at the Stars-t. Az album érdekessége, hogy a Flesh and Blood számban a Rettenthetetlen filmből vannak hanganyagok bevágva. Eredetileg ezzel az anyaggal szerették volna lezárni a zenekar Tolkien korszakát és nyitni egyéb témák irányába, mint például a Nibelung énekek, ami végül nem teljesült ugyebár. Az album gitárhangzása sokkal inkább háttérbe van tolva, a szimfonikus, atmoszferikus hatások jóval erősebbek. Volt olyan kritika is, amely ezt a végkezdetének titulálta, a túl szegényes gitárhangzás miatt. A hangzás jóval tompább, kásásabb, több visszhangot alkalmaztak. A Dolgol Dúrhoz képest egy kicsit melankolikusabb lett ez az EP anyag. Ezt követően egy körülbelül 2 éves szünet következett a zenekar életében, a tagok egyéb irányú elfoglaltságai miatt. Protector a Grebesmond nevű projekt demója után, majd a Sanguised Sinisből, ahol gitározott és a billentyűzött, és a Veltem Brandból, ahol Session vokálozott, kiszállt. 1997-ben kiadta a DVKE Come Heavy Sleeps című albumát. Sirenius a következő Pazuzu anyaghoz gyártott dalokat, és részt vett az Abigor 2 soron következő anyagának elkészítésében is. Majd 2 éves szünet után a Summoning visszatért, hogy ismét megújítsák zenéjüket. 1999. május 11-én jelent meg a Stronghold album, az addigi legerősebb anyaguk. A borítót és a képanyagot ezúttal John Martin romantikus festménye szolgáltatta, az 1817-es The Bard című képének egy részlete, amelyet az album igényeinek megfelelően dolgoztak át. A fakószíneket élénk narancssárgára és vörösre cserélték, amely színvilág tekintetében valamelyest harmonizál majd a következő album borítójával is egyébként. A módosításoknak köszönhetően a borító tökéletes egységet alkot az album zeneiségével és szellemiségével. Tényleg az a fajta erőd, amely azt a fajta erőt, magasztosságot, hangulatot sugározza, amit az album tartalmaz. Eredetileg a Nibelung énekekre kezdték el írni az albumot, aztán végül a Tolkien tematika mellett döntöttek. Az album egyfajta fordulópontnak is tekinthető. Summoning itt tört ki a black metal berkekből, sok korábbi black metal rajongó a hangzás változása miatt el is fordult tőlük. Ugyanakkor sok teljesen más közegben mozgó ember ezzel ismerte meg a Summoningot, például a kevésbé extrém metal zenét kedvelők közül. Olyanok is, akiknek a metalhoz nem sok közük van, például szerepjátékos közösségek. A fiatalabb generáció számára is fogyasztható volt ez az album. A zene jóval kimértebb, teátrálisabb. A zenealkotás folyamatában a gitár hangsúlyosabb szerepet kapott a dallammenetek kidolgozásakor, melynek eredményeképpen az egyik leginkább úgymond rockos albumunk lett, ahogy azt Protector egy későbbi nyilatkozatában megfogalmazta. Egy másik interjúban Protector elmondta, hogy a gitárok jellegét meghatározta a palm muting technika használata, amely staccato-szerű gitárhangzást eredményezett. Ez a fajta ritmizált gitárkezelés az Oathbound albumig jellemző lesz majd a gitárokra. A legkísérletezősebb Summoning album, ezen van a legtöbb nem tipikus Summoning elem. Jó példa erre a Where Hope and Daylight Die, ami az egyetlen női énekkel készült daluk. A dalban a DVKE-ben is éneklő Tanya Borski, Protector ex-barátnője szolgáltatja a női vokált. Itt kezdtek el először nem csak Tolkien verseket használni, hanem egyéb ismert vagy ismeretlen szerzők verseit is felhasználni. Az album a Rune című szokásos instrumentális intróval indít, a cím középfölde kereti részének tünde elnevezése. Az intróban felcsendelő melódia keretes szerkezetet ad az albumnak, ugyanis a záró tétel is ezzel a dallamsorral operál. Az intrót követően a Long Lost to Where No Pathway Goes lassan hömpölygő, andalító melódiáival nyit az album. A dal szöveganyaga Tolkien kezemunkája, a 2018-ban magyarul is megjelent Beleriand dalaiból, a Húrin gyermekeinek énekéből és egy másik Tolkien versből, amelyet a mester Szent Bernardusról írt. A Glory Disappears című következő szám némileg gyorsabb és kevésbé melankolikus, de annál dicsőségesebb. Az album egyik legkiemelkedőbb tétele. A szöveg két William Wordsworth vers összedolgozása, a Loud is the Rail és a Lines Left Upon a Seat in a Yew Tree címűjé. A gyorsabb dallammenettel rendelkező dalstruktúra katartikus pontjai a refrének,
melyek a dal vége fele haladva egyre hangsúlyosabbak, hogy végül elérjék a totális katarzist. Hasonló struktúrával dolgozik a Like Some Snow White, Marble Eyes című negyedik szerzemény, amely az együttes egyik legjobb dala is egyben. A dalszöveget is egy amerikai költő, Robert Frost, Csillagok című versének középföldiesített változatot szolgáltatta, ahol igazából a Minervát írták át Morgothra, aki a történet szerint fogságban tartotta Hurint, ugyebár. Hagyományos summoning értelemben ez a dal az album igazi csúcspontja. A következő dallal egy kísérletezősebb alkotás következik. A Where Hope and Daylight Die-ban a női vokál egészen gótikus hatást kölcsönöz a szerzeménynek. Emiatt nem is alkalmazok egyébként soha többet női énekest, ugyanis Silenius és Protector is utálja gótikus metált, mert szerintük a női énektől eléggé gótikus lesz a hangzás. Ettől függetlenül a dal kiváló, a szöveganyagot újfent egy Tolkien vers szolgáltatja, az I Sit Upon the Stones Alone. A The Rotting Horse on the Deadly Ground harsonáinak hangzása szintén újként hat a korábbi anyagokhoz képest. A szöveget ezúttal is Tolkien biztosítja, az elveszett mesékből Eriol dala átdolgozva. Az album a Distant Flame Before the Sun igen erős darabjával zárul. Dalban hallható szöveganyag jó példája a filmek és rádióműsorokból felhasznált hangminták használatának. A True Dreams I've Influenced Mankind sor például az 1985-ös Ridley Scott féle Legend című fantasy filmből származik. Through dreams I influence mankind. Fokozatos dalépítkezés és a végső katartikus pont kibontásának koreográfiája itt csúcsosodik ki leginkább az addigi műveik közül. Talán nem véletlenül került az album végére sem ez a tétel. Tökéletes zárása egy kiváló albumnak. Stronghold után másfél évvel 2001. november 5-én jelent meg a következő album, a Let Mortal Heroes Sing Your Fame. Érdekesség, de kb. Egy hónapra rájött ki a Peter Jackson féle Gyűrűk Ura filmtrilógia első része. Az album borítójának eklekticitása kiváló ómene a Minas Morgul és a Dolgoldul féle Black és Dungeon szint, és a Stronghold féle modorosabb, lassabb, epikusabb hangvétel kiegyensúlyozásának. Továbbá az album is úgy viszonyul a Strongholdhoz, mint amilyen a borítója a Strongholdhoz képest. Kicsit talán gyengébb, kicsit hasonlít is rá, de tök más. A borító egyébként Mark Harrison 1999-es Draco Niger Grandis képe. A képkeret Askeli Gallen keze munkája, és az 1891-es Kalevala illusztrációból származik az I Know Mythos című triptihomból. A borítóról Protector azt nyilatkozta, hogy szerinte túl zsúfolt, a sárkány pedig olyan, mintha be lenne szívva. És egyébként tényleg olyan. A borító után vegyük szemügyre a zenét is. A billentyűsávok sokkal epikusabbak és polifonikusabbak, tehát kevésbé jellemző a kísérő szerepkör. A különböző sávok sokkal kidolgozottabbak, amely így gazdagabban hangszeret, összhatást és teátralitást eredményez. Jó példa erre az album egyik legerősebb dala, a South Away. Ugyanakkor megtartották a Strongholdra jellemző összetettebb és sokszerű gitárhangzást is. Egy szóval komplexebb lett a zene. Az album érdekessége, hogy itt alkalmaztak először tiszta éneket a Farewell című dalban, kórus formában, amelyet Sirenius és Protector együtt énekelt fel.
A vokálok tekintetében további megjegyzendő tény, hogy a különböző filmekből, rádiós adásokból származó hangminták, amelyek már a korábbi albumokon is előfordultak, sokkal nagyobb szerepet kaptak, jóval drámaibb a kifejezésmód. Jó példa erre a korábban már említett South Away. Az All Falls Shall Fall dalon kívül mindegyik számon van hangminta. Mindegyik hangmintát a Gyűrűk Ura és a Hobbit BBC-s rádiós sorozatból vették. Az ének terén a black metalos károgásra jobban emlékeztető hang Sirenius. Az árnyaltabb, suttogósabb pedig Protector hangja. Ez a fajta vokális eltérés a későbbiek során is megmarad. Protector igyekszik kísérletezni hangjával, ötvözi a tiszta ének dallamosságát és az extrém vokalitást, Sirenius viszont megmarad a tradicionális black metal hangszínnél. A dalszövegek jelen esetben is javarészt Tolkien inspirálta anyagok, azonban ezen az albumon Michael Moorcock inspirációs hatása is megjelenik. Összességében elmondható, hogy a Strongholdhoz képest kicsit félszegényebb, kevésbé eleven lett ez az album. Jóval kimértebb, nem a legjobb albumuk, de nem is a legrosszabb, az albumok rangsorában középmezőnyben helyezkedik el nálam. Saruman! Saruman! Saruman, come forth! Következő anyaguk a Lost Tales EP 2003. március 3-án jelent meg, és mindösszesen két dal tartalmaz. Az album cím is találó, mivel ez a két dal korábbi anyagokról maradt le. Az Arkenstone Sirenius sosem megvalósult projektjéről, a Mirkwood promó kazettájáról származik, a Saruman a Dolgoldurról maradt le. Igazából mind a kettő anyag egy öreg kazettáról maradt meg, gitárok és hanganyag nélkül. Valamikor 1997 és 99 között lett rögzítve. Ezt így nagyjából egyébként meg is hagyták, így az album különlegessége, hogy semmilyen metal elemet nem tartalmaz. Hanganyagként pedig Tolkien témájú rádióanyag hangmintákat használtak. Valószínűleg itt is az 1981-es BBC-s rádiósorozatból származnak ezek. Az Arkenstone elektronikus zenéje remekül harmonizál a szimfonikus betétekkel, nagyon átjön, hogy ez eredetileg egy Dark Ritual elektronikus zenei projekthez lett gyártva. Egyértelműen ez az album erősebb tétele. A Saruman című dal kicsit úgy hat, mint valamilyen 80-as évekbeli fantasy film zenéje lenne. Az EP-t eredetileg a Die Hard Summoning fanoknak csinálták, kevésbé lett sikeres, ennek egyik oka, hogy a viszont eladó üzletek elég drágán árulták ezt. Ezzel a rész végére is értünk, a következő, záró epizódban szó lesz a maradék három albumról, amelyből kettő véleményem szerint a Summoning legjobbja, és ezekben teljesedett ki a Summoning által fémjezett muzikalitás és stílus. Remélem tetszett nektek a videó, amennyiben igen, iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy like-ot a videó alá, illetve a kérdésetek vagy hozzáfűzni valótok fel, nyugodtan dobjatok egy-egy kommentet. A csatorna megtalálható a Facebookon is, ahol naponta igyekszünk lehető legszélesebb stíluskörben bemutatni zenekarokat, zenéket, egy-egy érdekességgel, információval megspékelve. Én Fejes voltam a Metal Szigettől, hallgassatok sok Summoningot, sziasztok!